édes késnek kell lenni. Ezt is megkóstolom. A káposztás kolbászt kóstolja ez a kétyi férfi, azt mondja, édes késen az igazi. Egy másik asztalnál pedig már a kolbásztöltés zajlik. Lassan, jó? Oké, jó? Immár a második alkalommal rendezték meg a kolbásztöltő fesztivált Kétjen. Gödrey Zoltán polgármester azt mondja, az előző találkozónak nagy sikere volt, így nem volt kérdéses a folytatás. Ez egy olyan rendezvény, ami nem így indult, de hát most ez lett belőle, de akkor is megcsináltuk, mert a két évvel ezelőtt megrendezett nemzetközi kolbásztöltő fesztiválunk után a közönség úgy engedett innen el minket, hogy remélik, hogy ennek folytatása lesz. 2020-ban nem sikerült, 2021-ben elindultak az előkészületek, és amit az előbb is mondtam, nem így indult. Ennek a rendezvénynek az lett volna a címe, hogy a négy nemzet egy színpadon. Ez egy visegrádi négyes pályázatból megvalósult rendezvény lett volna. Hát sajnos most is, mint máskor, oly sokszor közbeszólt a Covid járvány, illetve annak a jogi részei, országonkénti jogi részei, és ezért nem sikerült megcsinálni. Nem maradtak külföldi testvértelepülés delegációiból táncosok, illetve azok a fellépők, akik ezen a rendezvényen akkor részt vettek volna. Nagy örömre szolgál, hogy azért ezen a rendezvényen is a felvidéki magyar testvértelepülésünkről, Kétyről csak eljött egy négytagú delegáció polgármester úr vezetésével. A mai napi program egy részén túl vagyunk, ugye kiosztottuk a kolbász töltéshez szükséges eszközöket, a kolbászhúst. Most mindenki, ahogy látjuk, azzal van elfoglalva, hogy elkészíti a maga portékáját, megsüti, és akkor ahogy jönnek a vendégek, kínálják, illetve ezt fogyasztjuk itt most, nagyjából ez lesz az ebédünk. Dano Norbert éppen összekeveri, ízesíti a tölteni való húst. Különleges recepttel érkezett a fesztiválra. Felvidéki vörösboros kolbász. Ilyen hagyományos recept alapján. A délután folyamán pedig folklór program várta a résztvevőket. Kéty, illetve a környező települések néptánc csoportjai hagyományőrző egyesületei léptek fel. Programon Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett. A hétvégén ez a legnagyobb rendezvény az én választókörzetemben, de talán az eddigi nyári rendezvények közül is az egyik legnagyobb. Örülök annak, hogy a járvány eddigi hullámain túl vagyunk, és annak is örülök, hogy viszonylag sokan kérték az oltást és kapták is meg. Azok, akik eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel, mindenképpen kérném őket, hogy ezt tegyék meg, mert a következő hullámot csak így tudjuk közösen sikerrel visszaverni. Ma közösen ünnepelnek itt a kétiek, az érsek kétiek felvidékről, illetve a környező települések lakói. Délelőtt megtöltötték a kolbászt, és most megsütik és meg is fogják enni. Mindez egy folklor fesztivállal egészül ki.